akkor kapkodsz őrült módjára, mikor látod másoknál kiposztolva, hogy meg kellett volna gyújtani az első adventi gyertyát. Olyan a kézügyességed, mint egy aranyhalnak. Nem akarsz vagyonokat költeni egy asztaldíszre? Szia, én Ancsi vagyok. Tarts velem ebben a mai videóban, és megmutatom neked, hogyan lehet egyszerű alapanyagokból könnyen, gyorsan, mégis nagyon látványos és különleges adventi díszt készíteni. Itt nem lesz égési sérülés, itt nincs szükség ragasztópisztolyra, és a videó végén megmutatom, hogy nekem pár évvel ezelőtt hogyan sikerült ezt az adventi díszt áttranszformálnom egész éves dekorációvá. Ha te is szeretnél ilyet, akkor mindenképpen tarts velem. Nem lesz hosszú, ígérem. No, ennyi minden szükséges. Az egyik és legfontosabb egy teás doboz. Egyszerű fa doboz, bárhol beszerezhető. Apropó, nagyon fontos dolog, ne frissen manikűrözött ujjakkal indulj neki. Nem tesz jót. Én már előre készültem és föltöltöttem a lyukakat mindenféle kavicsokkal, műhóval, homokkal. Ez például műhó. Beletettem ebbe a kis tartóba a homokot és egyéb dekorkavicsot, egyébként a Pepco-ban szereztem be, mert ott volt a legjobb áron. Illetve van még itt ilyen kis fehér csillagocska, ez pedig valamelyik tortadíszítő szedből maradt még, aztán a konyhából úgy guberáltam. No. Először a gyertyák helyét kell eldöntenem. Én azt választottam, hogy ezekbe a műhóval bélelt lyukakba fogom beletenni, ide ebbe a négybe. Nem teszem bele most, hogy ne kelljen kerülgetni, majd inkább egy kicsit később a végén. Mutatok neked egy trükköt, hogyha nem vettél elég alapanyagot, akkor is ki tud bekelni, anélkül, hogy még egyszer boltba kelljen menni. Alufóliából hajtogatsz ilyen kis kockát, és ezáltal megemeled az alját a dobozkának, és erre pakolod rá a megfelelő kavicsokat, illetve a műhó és egyéb bélelményt, amit kitalálsz erre az esetre. Az első, amit behelyezek, az egy fa szeletke lesz, ide ebben néztem ki, illetve rá egy ilyen kis házikó. De ahogy nézem, ennek van itt egy ilyen szép mintája, és hogyha itt teszem rá a házat, akkor felém olyan hülyén fog nézni, mert túl közel kerül hozzám, úgyhogy inkább megfordítom így, és így teszem rá a házat, mert hogyha szemből nézem, akkor jobban fog mutatni, hogyha ott elől van az a kis mintázat. Aztán kettő darab ilyen nagyon szép halványzöld karácsonyfadíszt beillesztek ide a dekorhomokba. Ezeket egyébként a charityben vettem 20 forintért darabját. Kemény befektetés. Nézzük, melyik legyen a következő választás. Ezt a szép dobozt fogom szerintem ide tenni. Ez így jó is lesz, majd valószínűleg ki kell ezekből szedjek az alján, de most ezzel nem fogok még vacakolni. Egyelőre így ide ráteszem, aztán majd, ha a végén úgy látom, hogy ez itt jó helyen van, akkor kiszedem alóla. És közben mégis úgy döntöttem, hogy beteszem a gyertyákat, hogy jobban lássam az egész képet alakulni, hogy honnan mennyi helyet fog elfoglalni, és mégis hogy fog kinézni az egész látkép, hogyha behelyezem a helyére a gyertyákat. Nagyon igyekeztem egyforma magasságig megtölteni a fakokat műhóval, hogy egy szintet adjanak ki a gyertyák a behelyezésnél, mert ez azért úgy lesz szép, hogy nem állnak össze-vissza. Legalább ennyi szimetria legyen ebbe az igen különleges adventi koszorúba. Ezt a piros kis gombát nézem ide, hogy olyan egész jól mutat ezen a nagyobb kavicsos felületen, aztán majd a végén meglátjuk, hogy marad-e itt az a rikító folt. A következő dekorelemnek ezt a fenyőfát néztem ki. Ez látod már egy régebbi darab, itt az alján ragasztó maradványok vannak, ezt egy nagyon régi adventi koszorúl aprikáltam le. Ide a műhóba bele sülyeztve talán, itt jól fog mutatni a toboz mellett. Kicsit igazgatom még, aztán megnézem, hogy hogy áll. Átpakolok egyet innen oda, onnan ide, vagy még inkább egészen egy másik lyukba. Itt biztos, hogy nem tetszik, ezt már most látom, hogy innen költöznie kell, mert valahogy elnyomja a két gyertya. Úgyhogy visszateszem az eredeti helyére, és barátkozunk tovább ezzel. Úgyhogy ide töltök is még egy kis havat a lábához, hogy egészen
tűrhető legyen a feeling, miszerint a havas hegycsúcson áldogál ez a csodás kis fenyőfa itt nekünk. Aztán már nézem is, hogy mi legyen a következő lépés, mit helyezzünk le a maradék három lyukra. Azt hiszem, ez a csillag a fényességével itt pont jó lesz a két gyertya között, és ez lesz az igazi megoldás. De akkor meg nem illik ide a fa, úgyhogy mégis kiszedem, nem tetszik, nem jó, elengyengetem a talajt a lába alatt, és jöhet rá a következő, amit majd végül mégis jónak találok. Ez egy ilyen dolog, nincs előre semmi lefixálva. Nézzük az uzmót, ami bontatlan csomagolásban van. Azt tervezem ide a toboz mellé, ám előtte ezt meg kell tisztítani, mert az uzmó még ilyenkor tűleveleket és egyéb mindenféle frinc-francot tartalmaz. Ezeket ki kell belőle szedni, hogy ne rondítsa el nekünk a dekorációt, mert akkor nem valami esztétikus végeredményt kapunk. Ez viszonylag tiszta, nincsen benne túl sok tűlevél, egyéb szemét, meg még inkább még egy kicsit megrázom, és beletömöckölöm ide a lyukba szépen. Eligazgatom, elegyengetem, és veszek még egy kis részt, oda az elejére is betömöm. Szakítok arról az oldalról, ahol úgy vélem, hogy szebb színben pompázik. Talán itt az alján eleve kisebb, és akkor nem kell annyit leszakítsak egy nagy darabból. Így talán ennyi elég is lesz, és ezzel be tudom fejezni itt a kis lyuk feltöltését. Ezt is kitisztogatom, nincsen benne szintén túl sok minden. Nem tudom egyébként ezt miért nem tisztítva árulják, de azt gondolom ez a legkevesebb, hogy megcsináljuk a szép végeredmény érdekében. Ide bepasszintom, tökéletes, nagyon kis szép, mint egy ilyen mohás párna, olyan felületet kaptam vele, és basszus, most, hogy hanggal mondom, jutott eszembe, hogy van kint kövi rózsám. No, valamelyik helyre egy nagyon szép példányt beilleszthettem volna, de erre most már nem lesz lehetőség. Ha jól emlékszem, a videó végén majd fogjátok látni, hogy valamelyik évben a kövi rózsa is benne volt az adventi koszorúba. Közben találtam egy nagyon basic, egyszerű lábfeliratot, azt behelyeztem arra a bronzos színű kavicsolapra, illetve a szánkónak jól megküldtem műhóval az alját, hogy aztán ez tényleg úgy tűnjön, mintha friss havon siklana lefelé. Szépen eligazgatom a kis húzókáját, és már is készen van. Közben megvilágosodtam, hogy mégsem tetszik itt nekem ez a csillag, valahogy olyan sehogy se áll, úgyhogy inkább ezeket a terméseket fogom betenni ennek a helyére, mert ha ez a fényes, ott volt a másik mellett, az úgy ütött, és inkább ennél maradok, hogy ez az egy fényes legyen benne, de akkor meg már, ha oda ilyen natúr színű teszek, akkor likvidálnom kellett azt a piros gombát, mert a szememet kiverte, annyira virított ott a pirosságával. Itt nagyon igyekszem úgy behelyezgetni ezeket a kis apró terméseket, hogy szépen 3x3-as mintában adják ki ennek a kis teatartó faknak a teljes tartalmát, aztán itt jól meg kell nézni, hogy melyiket hova teszem, hogy nagyság szerint jól passzoljanak egymás mellé, és be legyen. Látod, ez is egy régebbi darab, az alján már ott vannak a ragasztófoltok, de ezzel nem foglalkozunk, mert ebben az adventi koszorúban, mint mondtam, minden nagyon egyszerű, nem ragaszgatunk, csak fogjuk, beletesszük a dekorhomokba, a sima homokba, ha azt tennél bele, vagy a műhóba, és minden szépen megáll benne, és nem kell vacakolni. Ezt is, ha így szépen egymásra pakolgatom, bármilyen terméssel egyébként ez megoldható és helyettesíthető, akkor ez így, ilyen gyönyörűen itt marad nekünk, és
egy nagyon szép textúrát fog kiadni a végére. És az utolsót is bejelző, és tadám, készen is van, még igazgatok rajta párat, hogy a szememnek leginkább tetszetős legyen a végeredmény. Aztán nézzük, hol kell még igazgatni valamin, egy kicsit így megpróbálom középen fölpúposítani a zuzmót, hogy olyan legyen, mint egy ilyen kis dombocska. Most eljött az idő, kipakolom a nem oda kívánatos mennyiséget a nagyobb fajta fehér kavicsokból, hogy aztán szépen illeszkedjen bele ez a toboz. Ugye ezért mondtam, hogy nem érdemes frissen lakkozott, otthon lakkozott körömlakkal nekiindulni, mert ezeknél a turkálásoknál igazán könnyen megpattanhat a körömlak, mikor próbáljuk kikapargálni belőle a behelyezett cuccokat. Azt hiszem, hogy így készen is van, és ennyi elég lesz ahhoz, hogy megfelelően álljon. A következő az üres rész. Nézzük, hogy oda mit tegyünk. Talán ezt a másik fajta termést. Ez jól elütt színben, elég kontrasztos, pont úgy, mint a másik toboz. Szerintem ez jól fog mutatni így emellett itt. Talán egy középen, vagy mindjárt megnézek még mellé is, hogy esetleg hogy mutat, ha itt is úgy többet teszek, mint a másik termésnél, így átlósan hármat keresztbe. Hát nem, nem jó, inkább kiszedem. Ezt beigazgatom ide, valahogy szépen elrakosgatom mellőle a nagyobb köveket, hogy legyen egy kis lyuk, amiben megáll, és fölveszi a végleges formáját, amiben egész idő alatt tündökölhet. Nézzük csak. Igen, ez az. Készen van, és megigazgatom a házikót még, hogy úgy álljon és ott álljon, ahogy a szememnek legkedvesebb, és igen, tadám, készen vagyunk. Azt hiszem, elégedett vagyok a végeredménnyel, a gyertyák kanócait felállítgatom, és minden tökéletes. Ezek már csak milliméternyi igazgatások a precíz munkavégzés kedvéért. Így, ni. Jó, még egy kicsit. Még egy kicsit. Igen, a domb formára törekszem olyan szépen, lágyan. Ezt is elrendezgetem még, hogy szemrevaló legyen. És tényleg kész. Aztán, ami még feladat, a gyertyáknak a kanócait le kell vágni, hogyha meggyújtjuk, akkor ne kormoljon nagyon, mert ezek eredendően, ahogy a csomagolásban vannak, iszonyú hosszú kanóccal járnak. A csodás kis kézi munkaollómat használom erre. Hát, legfeljebb vehetek másikat, ha túl vastagnak és viaszosnak bizonyul neki, de imádom ezt az ollót, így lecsípem mindennek a tetejét, és tényleg kész. Mutatok egy sokkal emberi perspektívát, hogy hogyan is néz ki ez az igazán különleges alternatív adventi koszorú. Ha tetszett és inspirált téged ez a videó, leírásba beteszem neked az Instagram linkemet, mindenképpen tegelj be, mutasd meg, hogy mit hoztál ki te ebből, és a végén, ahogy ígértem, hozom neked a néhány évvel ezelőtti egész éves dekorációt, amit ebből alkottam. Tavasz, nyár, ősz. Tényleg nem kell sokat alakítani rajta. Egy-két dolgot kicserélsz, az alapot, ha már feltöltötted, meghagyod, és gyönyörködhetsz benne egy teljes éven át. Legyen békés, boldog és szeretetteljes adventi készülődésed, amihez képzeld, én egy egész vlogmas sorozattal szeretnék hozzájárulni. Legyen csodás a mai napod. Szia!